Tisztelt államtitkár úr! Évtizedek óta tudjuk, hogy százszámra vannak olyan szennyezett területek Magyarországon, melyek ketyegő bombaként veszélyeztetik a lakosság egészségét, talajainkat és vízkészleteinket. Hiába indult korábban országos program a kármentesítésre, az Orbán kormány inkább stadionokra és látványberuházásokra, mintsem az emberek egészségének védelmére fordítja az adófizetők pénzét. Legfeljebb katasztrófa közeli helyzetben tömeges tiltakozásokra és utólagosan, sokszor áron és káron hajlandó bármit is tenni. Ezt mutatja a jövő évi költségvetés kármentesítésre vonatkozó tervezete is, még akkor is, ha az EU támogatásokat is beszámoljuk. A kormány nem csak felelőtlen mulasztást követel a korábbi környezetszennyezések ártalmatlanításában, de hatóságai szemet hunynak az újabb szennyezések kialakulása felett is. A hazai vegyi terrorizmus legfőbb alakítója maga a kormány. A Földművelésügyi és Belügyminisztérium nyilvántartásából nem kapunk tiszta képet a hazánkban fellelhető, legszennyezettebb területekről és a kármentesítési program végrehajtásáról sem, holott a lista folyamatosan bővül. Az alaptörvény P-cikkére hivatkozva nem szabad megengedni, hogy a károkozók eltűnjenek és kibújjanak a felelősség alól. Biztosítani kell, hogy a szennyező fizessen. Egyértelmű pénzügyi felelősség meghatározására, biztosíték adására, sőt, akár biztosítás előírására lenne szükség minden veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység esetén. Emellett azonnali intézkedés kell a naplásbányák, Felsőtárkány, Sajóbábon, Gyömrő, Hortobágy, a Cséritelep, Kiskunhalas és sok más érintett terület esetében. Államtitkár úr, mire számíthatunk? Köszönöm szépen, képviselőasszony! Képviselőasszony elhangzott kérdésére Bitay Márton őrs államtitkár úr válaszol, parancsoljon államtitkár. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, köszönöm szépen, hogy egy ilyen fontos kérdést említ itt meg a parlamentben. Szeretném megnyugtatni, abszolút egyetért a kormány is azzal, amit ön elmondott itt a kérdésében. Nem szabad megengedni, hogy a károkozók eltűnjenek, és a felelősök kibújjanak a károkozás alól. Azonban szeretném felhívni szíves figyelmét, hogy a megemlített károk is, illetőleg amikről nem beszél, de tudjuk, hogy vannak ilyenek. Ezek az intenzív szocialista iparosítás korszakára vezethetőek vissza. Több évtizedes lemaradások vannak, és sajnos azt hiszem ezzel nem keserítem el, de beszéljünk őszintén, még gyermekeink, unokáink is fognak foglalkozni azokkal a károkozásoknak a negatív hatásaival. Az országos környezeti kármentesítési programban mindazonáltal 232 milliárd forint került, költségvetési forrás került már felhasználásra. A hatóságok előtt is ismertek azok a kár helyszínek, amiket ön is megemlített. A szennyezettség azonosításán túlmenően több esetben megkezdődtek már a szennyezések felszámolása is. A Cséri telepen 140 millió forint költségvetési forrás felhasználásával indult meg a kármentesítés, a Hortobágyi területen pedig 400 millió forint költségvetési támogatással már be is fejeződött a kármentesítéseknek a jelentős része. De itt nagyon fontos, hogy szilárd ásvány bányászati, volt szovjet ingatlanok, MÁV, közúti, honvédelmi, vízügyi és stb. Alprogramokból is lehet majd ezeket a szennyeződéseket felszámolni. Az elmúlt években szintén fontos hangsúlyozni, az elmúlt években nőtt a nemzeti költségvetésből a kármentesítésre fordítható összegeknek a száma, illetve maga az összeg. Az elmúlt 6 esztendőben évi 10-20, évi 10-15 milliárd forintot jelentett ez költségvetési forrást. És szintén szeretném felhívni arra a figyelmét, hogy a környezeti és energiahatékonysági operatív programban, ami ugyan kapcsolódik csak, de van szerepe, több mint 25 milliárd forint különített el az uniós forrásból ezekre a célokra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.